Idén 11. alkalommal adták át az államalapító Szent István érdemérem és díjat Székesfehérváron. A civil alapítású elismerést minden évben olyan személynek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, a közösségben tanúsított emberi hozzáállásához Szent István öröksége szolgál iránymutatásul. Vagyis a keresztény értékrendnek megfelelő életet él, és ennek szellemében kiemelkedő tevékenységet végez. Amikor a díjat egy magánszemély megalapította, az ő szándéka az volt, hogy a Szent Istváni keresztény értékrendnek állítson egy olyan emléket, egy olyan jelet, amely arra szólítja fel az egész társadalmat, akiket elér ennek a díjnak a híre, hogy ez egy érték. Sok érték elvész, ezt az értéket nekünk őriznünk kell. Ugyanakkor azt is szerette volna, hogy azok az emberek, akik e szerint az értékrend szerint élnek ma is, azok egy megbecsülésben részesüljenek. Szüksége van a társadalomnak példaadó személyekre, példaképekre. Hát egy ilyen példaképet tudunk évről évre a társadalom elé állítani. Az államalapító Szent István érdemérem és díj kuratóriuma a város neves embereiből áll, akik minden évben a beérkező állampolgári javaslatok alapján választanak ki egy példaadó szemét az elismerésre. Olyan orvos Rónai László, akit úgy gondolom, hogy a betegei, munkatársai, valamennyi fehérvári igazi embernek tart. Az egész ténykedésének, a pályafutásának azt hiszem, hogy ez a legfontosabb eleme, és ezért szeretik a betegei. Ennek a városnak tudjuk, hogy nagyon sokat tett azzal, hogy az idegsebészeti osztályt létrehozta a kórházban, és ezzel az egész értékteremtő tevékenységével sokat tett ezért a városért megérdemli. Az augusztusi Szent Istváni ünnepi események fókuszában álló díjátadó ünnepségen részt vesznek a város és megye képviselői, a közintézmények vezetői, köztisztviselői és természetesen a díjazott rokonai, barátai. Idén dr. Rónai László idegsebész professzor, a Szent György Kórház orvosa vehette át a megtisztelő díjat, amelyet a hagyományoknak megfelelően Spányi Antal megyéspüspök, a kuratórium elnöke adott át. Nem vagyunk olyan szerencsések se, persze, hogy úgy születünk meg, hogy már minden ott van a fejünkben, sok minden nyilván benne van a génjeinkben, a többit azt hosszú évek, évtizedek alatt kell megtanulni. Az ünnepi eseményen a Muzikolóre énekegyüttes Szent Istvánról szóló énekeket adott elő, és néhány művet a díjazott kedvenc zeneszerzőitől.